A fővárosban zárta az alapszakaszt a nyíregyházi csapat, amely az első negyedben 10 pontos előny szerzett a pénzügyőr otthonában. A második negyedet 13 ponttal nyerte a házigazda, majd fordulás után is folytatódott a hullámvas utazás. A harmadik negyed ugyanis 13 ponttal a Nyíkséé lett. A záró 10 perc már kiegyenlített játékot hozott, így végül 11 pontos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. Végig tudtam és idegen mutatni valami minőség. Ezért nagyon boldog vagyok, büszke vagyok a csapat is, hogy reagált ez a meccs. Látszik, hogy ez a új játékos, aki jött, új amerikai igazolás, adta a csapat valami, amit eddig egész szezon hiányzott. Nem is ennyire látszik benne a statisztikát, csak én, mint a edző, én tudom, hogy van sok valami, amit nem is statisztika bent van. És ő adta most egy erő, egy stabilizás, egy több poszt tud játszani, így, hogy látszik, hogy teljesen más van a csapat, mikor most ő játszik. És ezt szeretném is mondani, hogy mi játszottunk négy játékos nélkül, mert betegséges sérülét miatt. A csoport élén a Budafok végzett 20 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-5-ös mérleggel záró MEASZ Miskolcot. A nyíregyháziak 6 győzelem mellett 16 alkalommal szenvedtek vereséget. Mi Szavics Brán elmondta, több mérkőzésen is csak egy kevés plusz hiányzott a győzelmükhöz. Gondoltam, hogy ez a játékosok, aki NB2-be játszott, tudtak játszani ez. Így csináltam a terv. Szerintem jó augusztus óta, jó edzettünk is, és minden. Csak most már látom, hogy ez a csapat, amit hiányzik, csak egy pici rész, egy vagy kettő játékos, ami picit jobb minőség van, mint mostani játékos, és akkor őt tudtak adni valami plusz minőség, és nem volt vezér, főember, és akkor ez a játékosok tudok csak bekapcsolni jobban, és ez hiányzott ez a szezon, most már látom, tudod, mi eddig nem ismertünk ennyire ez a liga és másik csapat, hogy mennyi erős vannak. Most volt pár meccs, amit lehet nyerni is, csak nagy hullámok voltak, és végig rövid voltunk, így, hogy csak egy pici rész hiányzott. Az első 8 csapat a felsőházban folytatja, az utolsó 4 együttes pedig a kiesés elkerülésért játszik a továbbiakban. A Nyíkse Szegfűbútor a 9. helyezett Atomerőmű KSE Bonyháddal játszik. A párharc 2 győztes meccsig tart. A továbbjutó már biztos bent maradó, a vesztesnek pedig lesz még egy esélye arra, hogy meghosszabbítsa tagságát az NB1 bizony csoportban.